A jelmezben érkezők féláron vásárolhatták meg jegyeiket, és próbálhattak ki számos programot a kreatívan feldíszített környezetben. A bejárattal szemben, mint egy welcome drinkként, különleges bájitalt kóstolhattak. Egyre beljebb és beljebb sétálva aztán bátorságukat próbára téve madárpókokkal, skorpiókkal is ismerkedhettek, és különleges hüllőket is a kezükben tarthattak a résztvevők. Az estére kicsik és nagyok egyaránt színes, kreatív és rémisztő jelmezben érkeztek. A családoknak külön öröm volt, hogy ez a halloweeni program részben a szabadban, állatokkal körülvéve zajlott. Az óvodai csoportban linkelte be az egyik anyuka, hogy lesz ez a lehetőség, úgyhogy igen, köszi a segítséget. Úgyhogy hát mindent felhasználtunk, amit lehetett, amit találtunk otthon, úgyhogy hát ő egy tigris. A kisfiam kalóz lett, hát én pedig egy csontváznak öntöztem. és hát nagyon örülünk neki, hogy eljöhettünk, mert nagyon szeretjük ezeket az eseményeket. Főleg, hogy ezt az állatparkot is kifejezetten nagyon szeretjük látogatni, ugye a fiam nagyon szereti az állatokat, úgyhogy örültünk neki, hogy jöhetünk egy kicsit így is. Igaz? A kisebb-nagyobb gyerekek sem féltek semmitől, mindenki bátran és büszkén viselte jelmezét. Terminátornak öltöztem, és nagyon izgulok, hogy mi lesz, mert még nem olyan voltam ilyen halloweeni eseményeken. 18 órától paratúra indult. A gyerekek fejlámpával, a felnőttek kezükben zseblámpával indultak el a sötétben. A bátorság próba első állomásán a cukorkagyűjtés volt az első teljesítendő feladat, ahol eldobott cukrokat, kisebb csokikat kellett a gyerekeknek felszedegetni. Majd elindultak a túra további állomásaira. Az este folyamán később már állati meglepetés vendégek is részei voltak a programnak, hisz a kalandos útvonal átvezetett a park állatai között, teljes sötétségben, hogy még inkább rémisztőbb, lebilincselőbb legyen a halloweeni túra.